Sziasztok, Feri vagyok, ez itt a Lény YouTube csatornám. Szerintem a múltkori is nagyon jó volt, a mai az még jobb lesz, higgyétek el nekem. Negatív kommentekre, húsvér emberek kommentjére fogok válaszolni. Hát jól vagy rosszul, majd meglátom. Ha tetszik, akkor persze lájkoljátok és kövessetek bennünket. Na nézzük a kommenteket. Irigykedik Orbánra, mert neki sikerült becsicskítania az egész országot, Fecó meg még erre is képtelen volt. Hát egy frászt akartam becsicskíteni az országot. Persze, értem én, hogy miért gondolod ezt, mert hogy 10 éve valójában ez történik. De ne keverjük össze az elmúlt 10 évet, azt megelőzőkkel. Tudod, melyik intézkedést utálok, amit kormány valaha csinált Magyarországon, amikor becsődítettétek Magyarországot 2008-ba, és színlelték a kormányzást? Na ide figyelj, akkor most tisztázunk valamit. Becsődít, az azt jelenti, hogy sok embert egy helyre behív, betol, odaterel. Ez a becsődít. A becsődől jelenti azt, hogy tönkre tesz, tönkre megy, becsődöltet, érted? Ugye? Na, megvan. Akkor most legközelebb újra írjuk a kommentet, elküldöd megint, értelmesen, és majd akkor válaszolok, oké? Okay? Jó zsaru, rossz zsaru, egyenlő Orbán Gyurcsány színjáték, avagy ahogyan Julius Cezár mondta annó, oszd meg és uralkodj. Most miért kellett lebuktatni bennünket tényleg? Elég ügyes vagy, mert valójában igaz. Mi sülve-fújva együtt vagyunk Viktorral. Együtt járunk magánrepülőn, ködösen jaktozunk, ködösen járunk meccsre, és ha vita van közöttünk, akkor csak azon, hogy a meccs közben kiköpött szotyol a maradékot, a végén kisöpörje föl. Hát nem szokott rá vállalkozni. Gyurcsány náci. Náci az ördög patája, te, Isten átka. Ide figyeljél, olvasni is kell időnként, nem csak hülyeséget írni. Szóval nyissuk ki a történelemkönyvet, aztán meg fogod tanulni, hogy mit jelent a narcizmus és kik a nácik. Summerbody befigyel. Na, és egyébként ide figyeljél, nézd meg ezt a pokoli jó képet rólam. Nemrég készült. Beachbody rólam. A süti is finom, de látom cigizel, Feri. Egyébként 4 héttel ezelőttig igazad volt. Képzeld el, kereken 4 hete. Így van, ma kezdtem az 5. hetet. Nem cigizem, másodszor próbálok meg az elmúlt 8 évben leszokni. Most tartok az 5. hétnél. Helyes, Ferenc, hagyd azt a tetves politikát, főzzél. Igazad van, nem vagyok rossz főzésben, nem vagyok rossz. De ami valójában lelkesít, tényleg inkább a politika. Szóval egy olyan világ, egy olyan Európa, ahol nem pofáznak bele az életedbe. Egy olyan Magyarország, ahol nem lopják el a fél világot. Igen, ez lelkesít. És akkor mi nem értünk a végére, másban is jó vagyok. De ezt majd legközelebb mondom el neked. Prinszám király, Facebookon amit mond a Ferenc a koronavírussal kapcsolatban, az a veleményem róla, hogy a Fidesz igenis, hogy megfelelően tájékoztatja az embereket. Oké, hogyha már prímszám királyozunk, akkor mondok egy prímszámot, egy viszonylag alacsony prímszámot, a 3-at. Figyeljél, tudod-e, hogy melyik településen pontosan hány koronavírusos beteg van? Nem tudod, mert nem mondják meg. 2. Tudod-e kórházanként a halálozási statisztikát? Nem tudod, kérlek szépen. De ha már itt tartunk, akkor valójában, ha ránézel a halálozási statisztikára, nem jön ki a szokásos átlagokból és a most bejelentett elhalálozottak összegéből. Szóval akkor itt volt a 3, mint prímszám, és akkor itt volt 3 olyan dolog, amiről nem tájékoztat jól a Fidesz. Én azt csinálnám, hogy nem hazudnék éjjel-nappal, mint ön, kedves Ferenc. Ibre, én sem javaslom. Éjjel-nappal ne hazudjon, de akkor még nem csinálja. Gyurcsány Ferenc, legyen szíves, válaszoljon arra, hogy miért kellett szétlopnia az országot ennyire, várom válaszát. Na ide figyeljél, akkor segítek neked. Én vagyok a Feri, ő meg a Viktor. Eltévesztett el a házszámot. Lopni ezek lopnak. Hát, őrült tempóban. Nagyjából 1800-2000 milliárdot, hát meg az apró pénz. Szóval legközelebb másik oldalon tessék kódorogni. Fletó, a 20 éveseket még át tudod verni, mert még gyerekek voltak, amikor te voltál a góri, de minket, a szüleiket még egyszer nem. Ok, boomer, vagy hogy is hívják. Szóval ide figyeljél. Ugyanazt mondom 20 éveseknek, meg 30-asoknak, meg 60-asoknak.
szerintem kortól függetlenül senkit ne akarjunk átverni. Szia Feri, nem gondolod, hogy Gáz ilyen öreg fejjel és ennyire aljas lelkivilággal eféle fiataloskodó blogokat, nevetséges Instagram oldalakat csinálni, csak hogy megszerezd magadnak a fiatalokat? Nem. Bár csak azok az évek lettek volna sikeresek, amikor maga uralkodott, de nem volt, ugyanazt művelte, mint most a Csuti meg az összes többi. Hát mit csinált szegény Csuti? Szerintem, aki tudja, írja meg kommentbe. A DK csatornáján a kommentek ki vannak kapcsolva vajon miért? Azért, hogy nekem írjatok szépeket. Na, hát hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, osszad meg, egyáltalán kövessél bennünket. Sziasztok!